A körkötőtőnek két vége van, épp úgy, mint a harisnyakötőtőknek, de egy hajlékony szál köti őket össze. A körkötőtőkre való szemfelszedéshez készítsünk először egy csúszócsomót, és húzzuk rá a bal tűre. Vegyük kézbe a másik kötőtűt is, és szedjük fel a szemeket pontosan úgy, ahogy egyenes kötőtűkkel szoktuk. Ha minden szemet felszedtünk, így néz ki a kötőtünk. Ügyeljünk arra, hogy az összes szem befelé nézzen, és ne legyen megcsavarodva. Most cseréljük meg a kötőtünket a kezünkben úgy, hogy a munkaszál a jobb oldalról érkezzen. Helyezzünk egy szemjelölőt a jobb tű végére, hogy jelezzük a kör kezdőpontját. A kör végeinek egyesítéséhez egyszerűen szúrjuk be a jobb kötőtűt a bal oldali első szembe, és kezdjünk kötni. Ezzel egy folytatólagos, kör alakú kötött felületet hoztunk létre. Ha elértük a sor végét, csúsztassuk át a szemjelölőt, és folytassuk a mintánkat. Látjuk majd, hogy ha minden szemet simán kötünk, sima kötést hozunk létre, hiszen minden kör a munka színén halad. Ha nem körben kötnénk, egymást váltó sima és fordított sorokkal készítenénk a sima kötést.